Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Arra kérem a bizottság tagjait, hogy jelentkezzen be a szavazórendszerbe. Öt Szilágyi Zsolt képviselő urat kérném, hogy jelentkezzen be. Szuper, megállapítom, hogy hat fővel határozat képesek vagyunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek napi rendelőtti hozzászólási igénye. Látom Gyurákovics Andrea majd a napirend elfogadása után, és kérdezem azt, hogy a napirendhez van-e bármilyen javaslat. Akkor kérem, hogy először szavazzunk a napirendről. Kérem, szavazzunk most. Hat egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendet, megadnám a szót Gyurákovics Andreának. Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak röviden, mivel ennek a ciklusnak ez az utolsó ilyen Városfejlesztési Bizottság ülése, én szeretném megköszönni a bizottság tagjainak és a képviselőtársaknak ezt az elmúlt 5 éves együtt dolgozást, együttműködést. Érdekes lesz az új ciklus. Valószínűleg, sőt valószínűsítem, tehát, hogy nagy vitákra nem kell számítanunk, hiszen nem kell más tenni, csak nyomógombot nyomni, nem kell gondolkozni az elkövetkezendő 5 évben néhány embernek. Csak egy igen gombot kell megnyomni, azt meg nem lesz nehéz neki. Úgyhogy én mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, és nagyon bízom benne, hogy azért az elkövetkezendő 5 évben is látni fogjuk még egymást adott esetben az önkormányzatnál, vagy pedig bizottságokban, vagy pedig csak egyszerűen a hétköznapokban, amikor találkozunk, akkor azért mosolyogva tudunk egymásra nézni. Köszönném a hivatalnak is ezt az elmúlt 5 évet. Kemény volt, azért visszagondolva, én egy nyáron egy kicsit visszagondoltam. De voltak nagy csatáink ezen a bizottsági ülésen is, testületi üléseken is. De én azt gondolom, hogy tartalmas 5 év van mögöttünk. És kitartást és nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendő ciklusra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Körülbelül ugyanezt szerettem volna én is elmondani. Én azt rettenetesen örülök annak ebben a bizottságban. Nem kívül tudtuk hagyni a pártpolitikai szempontokat, és én azt gondolom, hogy Ferencváros jövőjét néztük mindig. Én köszönöm a munkátokat, és nagyon szeretném megköszönni a hivatal munkatársainak is a munkát, mert az a munka, amit itt csináltunk a főépítési csoport nélkül, a városiroda nélkül, a FESZOFA nélkül, a jegyző úr hatható segítsége nélkül nem működött volna. Ha valakit kihagytam, attól elnézést. Köszönöm szépen, és valamilyen formában folytatjuk. Köszönöm. Megnyitnám az első napirendi pontot. Budapest főváros 9. kerület Ferencváros önkormányzatának 2024 évi költségvetés módosítása egyfordulóban, vagy első fordulóban, ez nekem nem teljesen világos. Kérdezném alpolgármestert, hogy bármi kiegészítése, hozzászólása van-e az előterjesztéshez. Nem látok ilyet, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Hat igen, nulla nem és 2 tartózkodással támogattuk. Megnyitom a második napirendi pontot, Zöld udvar 2024 maradványösszeg pályázat kiírására. Pillanat. Egy másodperc türelmet kérek. Ez az S238-as elő. Ezt nem tudom.
Bocsánat. Igen, igen. Köszönöm a segítséget. Ugye volt ez az előbb említett cím elírás, illetve a bizottságnak az volt a kérése így az előző vitában, hogy a maradványösszegre írjunk ki egy új pályázatot. Kérdezem, hogy a pályázati kiírással kapcsolatban van-e bármilyen kérdés, javaslat? Nem látok ilyet, akkor kérem szavazzunk róla. Kérem szavazzunk most. Köszönöm, és akkor végül megnyitom. Köszönöm, elnézést. A köszönet nyilvánításból a szervezést azt felejtettem. Éreztem, hogy amennyit én itt bakisztam, és ahányszor ezt helyre rakták, nagyon-nagyon-nagyon szépen, ezért emlékeztettetek erre, hogy nagyon szépen köszönöm a munkátokat nektek külön. 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással fogadtuk ezt el, erre emlékeztetettek meg a szervezés. Informatika nélkül sem lennénk, ez is nagyon fontos. Jó, megnyitom az utolsó napi rendi pontot, intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsőde és köznevelési intézményében 2024. Köszönöm a polgármesternek a segítségét. Itt az igényelt összeg két helyen volt számomra fájó, amit ugye előkészített a hivatal, hogy nem a teljes összeget kapták meg. Az egyik a Kicsi Bocs óvoda, ami egy tantestületi kirándulással pályázott, a másik a Kerekerdő óvoda kirándulásának az összege. Én ezt megreklamáltam, meggyőztek arról, hogy az egyik az egy ilyen értelmezhetetlen dolog ebben a pályázatban, a kirándulásnál meg nem az összeg teljesen nem kapták meg, hanem fél összeget adtak a pályázatra. Ez volt a korábbi éveknek az elve a ilyen kirándulásokkal, hogy a buszozást hogy fizessük, nem teljes összeggel, hanem fél összeggel. Én ezért ezt így, amit a hivatal javasolt, azt én arra rábólintottam. Akkor a kiadott anyagot csak feltenném szavazásra, ha csak nincsen módosító javaslat a képviselőasszonynak, a Kicsi Bocs óvodát. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kirándulást más formában lenne illdomos támogatni a kerületnek, nem ebben a pályázat keretében, nem tudom, hogy ezt hogyan látjátok. Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. Két igen, nulla nem és kettő tartózkodással támogattuk. Köszönöm, ennyi volt a bizottságunk munkájára, az 5 éves ciklusra. Köszönöm a munkátokat, és fogunk még találkozni valamilyen formában.